tematika az tulajdonképpen a mottóra van fűzve. Nem volt külön tematikát, nem csak virágokról lehetett szó, nem csak az égi lényekről vagy vallásról lehetett szó, hanem mi többnyire mindig együtt állítunk ki Simon Ilonával, és nekünk az a mottónk, hogy a világ egy Isten szőtte szőnyeg, melynek a viszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit. És akkor azt találtuk ki, hogy akkor ez legyen a színe. És ez volt a tematikának az alapja, tehát a legszebb perceinkből hozzon mindenki valamiat, aminek örült, amit örömmel csinált. Bár szerintem mindannyian, akik itt vannak, mindent örömmel csinálnak. Tehát itt ez a lényege. Olyan sok jó művész barátom van, és annyi mindenkit szeretök, és nem csak az én saját tárgyaimat szeretem, hanem a másikét is úgy el tudok gyönyörködni, annyira fődobnak más alkotások, hogy úgy gondoltam, hogy akkor állítsunk ki. És akkor szóltam mindenkinek, 55 embernek, hogy jöjjenek, adjanak így valami olyan tárgyat, egy-kettőt, amit kiállítanánk, és Simon Ilona azt mondta, hogy akkor így vegyítsük, és legyen közös, tehát ne legyen külön Orsa Klára, ne legyenek külön barátok, hanem legyen az egész együtt. Így kezdtük. Egyáltalán ez a lehetőség, amit a Klárika kitalált, az, hogy nem csak ő állít ki, hanem barátaival, ez teljesen jellemző rá. Ezért is szeretjük, mert ennyire nem csak ő fontos saját magának, hanem mindenki más. És emiatt is lett az a koncepció, hogy ne külön legyenek a barátok egy bizonyos térben, külön a Klárika alkotásai, hanem együtt vegyítve egymás után, mint ahogy a barátság is olyan, hogy nem úgy külön-külön van, hanem együtt lesz így egy egész egység. És itt a kiállításon van múlt, jelen, a két nagy idő. De látszik a jövő is, mert ugye itt van Sótonyi Lottinak, aki 14 éves hölgy, és valami varázslatos kerámiája, ami már arra utal, hogy jön a következő nemzedék, és ez egy már erőteljes nagy művész. De hát vannak ugye a régi nagy tárgyak, tehát itt minden látható. A kiállítás anyag használatára vonatkozóan azt tudom elmondani, hogy ugyanolyan színes, mint maga az egész kiállítás. Megtalálható itt a papír, a kerámia, babák, tehát textil, üveg, fa, bőr és a ruhák. Három munkát hoztam erre a kiállításra, ami a leginkább erre készült, annak az a címe, hogy az idő túloldalán. Ez arra utal, arra a flow érzésre, amikor elmerülhetünk abban, amit csinálunk. És azért hoztam el erre a kiállításra, mert nekem, mint alkotónak, nekem is nagyon fontos, hogy az, amit gondolok, azt amit közölni szeretnék, azt be tudjam mutatni. Amit csinálok, természetesen mindet szeretem. De talán az egyik általam legjobban szeretett képem az a boldog vidék. Ez egy nagy kerámia kép, ami tele van madarakkal, virágokkal, hiszen vidéken élni jó, és mi vidékiek vagyunk. És ugyanúgy itt van mögöttem az unokahúgomnak, Kósa Juditnak egy nagy kertje, tele virágokkal, madarakkal. Tehát ez az egész egy boldog vidék. Nálam ez nagyon fontos, a népművészet, az a véremben van. Tehát magyar vagyok, és a magyar népművészet az valami csodálatos és inspiráló, és tulajdonképpen minden művésznek valahol úgy egy ilyen finom ötletet is tud adni a magyar népművészet. Na most ez itt természetesen megjelenik, és akkor vannak az embernek korszakai, minden művésznek vannak korszakai. Most például én nagyon szeretem a reneszánsz kerámiákat, és akkor most itt vannak a reneszánsz képek, tehát vegyesen van az úgynevezett, amit nagy, magas művészetnek tartanak, és van a népművészet. De nálam nem, nálam művészet van. Tehát nincs magas művészet, nincs csak népművészet, művészet van. És ezt mi itt prezentáljuk. Thank you.